Sokan már most megveszik a mécseseket és a virágokat minden szentekre. A krizantém száját a legtöbb helyen idén 300-350 forintos áron vásárolhatják meg a hozzátartozók. November 1-e előtt a legtöbben napokkal korábban felkeresik a sírhelyeket. Most a széten berakom, árvácskákkal ültettem be, megkapáltam, meggerebjegyztem, megtisztítom, és majd a halottak napján eljövünk és hozunk rá friss virágokat, meg gyertyát, mécsest gyújtunk, ahogy szoktuk. Ilyen tájékoztató cetlikre számíthatnak azok, akik 1991-ben váltottak sírhelyet a temetőben. Nekik ugyanis idén jár le a 25 éves használati idő. Parcella résztől és a sírhely méretétől függően legkevesebb 25 ezer forint az újraváltás díja. Nem csak a lejárt, a baleset veszélyes sírokra is ügyel a temetkezési Kft. Vannak olyan esetek is, amikor a hozzátartozó rendelkező nem jut el a síremlékhez, őket értesítjük. Amennyiben közvetlen balesetveszélyt kell elhárítani, akkor természetesen ezt megtesszük, körülkerítjük a síremléket, lefordítjuk a fejkövet. Tehát minden olyat megteszünk, ami azt szolgálja, hogy ne történjen semmiféle baleset a temetőben. A biztonságra máshogyan is ügyelnek az ünnepek alatt. A térfigyelő kamerákon kívül a rendőrkapitányság munkatársai is a helyszínen lesznek majd november 1-én. Arra azonban a temetkezési vállalat felhívja a figyelmet, hogy a kegyeletgyakorláshoz szükséges eszközökön kívül más ne vigyenek be a temető területére. Nagyon fontos a vagyontárgyaknak az őrzése, védése. Kérjük a temető látogatókat, hogy autójukban ne hagyjanak szem előtt semmilyen értéktárgyat, illetve a saját személyes értékeikre is, amit magukkal hoznak a temetőbe, vigyázzanak. A temetőben egyébként a vállalatnak, illetve hát a Kft.-nek a munkatársai folyamatosan jelen lesznek, és természetesen segít bennünket a rendőrség, a polgárőrség és a közterületfelügyelet is. Tőlük bármikor lehet segítséget kérni, útbaigazítást kérni, ha bármilyen kellemetlenség, atrocitás éri őket, úgy szintén lehet hozzájuk fordulni. A nyíregyházi északi temető október 29-e és november 1-e között meghosszabbított nyitvatartással reggel 7-től este 8-ig látogatható. Továbbá a gondnoksági és a szolgáltató iroda is tovább lesz majd nyitva. Másik fontos változás, hogy november 1-én reggel 10 óráig lehet autóval behajtani a temető teljes területére, és legkésőbb 11 óráig el kell hagyni azt. Ez vonatkozik a mozgáskorlátozott járművekre is.